Köszöntöm Önöket, a minőségi időt látják. Mai témánk címe szorongásos zavarok az iskolában. A váltás, változás sok esetben a gyermekek számára is komoly kihívást jelent. Ilyenkor akár szorongásos tünetek is jelentkezhetnek náluk. Ezek általában átmenetiek, ám hogyha állandósulnak, indokoltá válik szakemberhez fordulni. Mik ezek a tünetek pontosan, és mit tehetnek ilyenkor a szülők? Erről a témáról fogunk beszélgetni most vendégemmel, aki nem más, mint Bognár Emese, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának szakpszichológusa. Köszöntöm Emese itt a stúdiónkban, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Mik is pontosan ezek a tünetek? Talán kezdjük akkor ezzel, és azt gondolom, hogy menjünk korcsoportonként. Mit lehet tudni az óvodából az iskolába szoktatás időszakáról? Hát ugye az óvodából az iskolába történő váltás, az egy nagyon nagy váltás a gyerekeknek, ami érzelmileg megterhelő lehet, és ilyenkor észreveheti a szülő, hogy akár fáj a gyerek hasa, fájhat a feje, akár nyűgösebb és írósabbá válhat. Ezek a tünetek nagyon sokszor átmenetiek, és megszűnnek egy-két hónapon belül, mert ugye meg kell szokni a kisgyereknek az új környezetet, az új helyzetet, hogy nem egész nap él a játék, fegyelmezetten kell ülni egész nap, jönnek a házi feladatok, de egy-két hónap alatt ez legtöbbször elmúlnak ezek a tünetek. Előfordulhat azonban, hogy ezek fennmaradnak, akkor viszont fontos megnézni, hogy mi lehet a háttérben. Ez nagyon sok minden lehet. Ez lehet ilyen kisebb korban akár szeparációs szorongás, amikor a gyerekek igazából nem is az intézménytől félnek, hanem a szülőtől, családtól való elválás az, ami nehézséget jelent. Elképzelhető, hogy van valami tanulási nehézsége a gyerekeknek. Ez lehet figyelemzavar, bármi részképességzavar, ami miatt lehet, hogy nagyon megterhelő ez a váltás. Ilyenkor is fontos feltérképezni, hogy ez micsoda, és hogy ha tényleg ez fönnáll, akkor a megfelelő fejlesztéssel nagyon sokat lehet segíteni a gyerekeknek. Előfordulhat, hogy akár valós ok van a háttérben, tehát mondjuk piszkálnak egy kisgyereket, bántanak, a közösségben nehezebben tud kapcsolatot teremteni. Tehát, hogy az a nagyon fontos, hogy feltérképezzük, hogy mi van a háttérben. Ehhez nagyon sokat tud segíteni, hogyha a szülő azt látja, hogy problémát jelent, akkor fölveszi a kapcsolatot a pedagógusokkal, megkérdezi tőlük, hogy ők hogy látják ezt a helyzetet, előfordult-e bármi nehézség, vagy a tanulásban, vagy nem tud végigülni mondjuk egy órát egy kisgyerek, vagy nem tud odafigyelni. Ilyenkor legtöbbször a pedagógiai szakszolgálathoz szokták a gyerekeket irányítani, ott történnek a kivizsgálások. Viszont előfordulhat más jellegű érzelmi probléma, ami a szorongást okozza, ilyenkor pedig gyerekpszichológust segítségét lehet kérni. Ha pedig mondjuk előfordul egy bántalmazás, akkor ezt nagyon fontos ott iskolai szinten kezelni, ebben az iskolapszichológus is, pedagógusok is nagyon sokat tudnak segíteni. Ez nagyon fontos, hogy azok a gyerekek, akiket bántanak, azok védelmet kapjanak. Ilyenkor azért a kortársakkal is érdemes egyeztetni. Először a pedagógusokkal érdemes feltérképezni, hát először a gyerekkel, tehát hogy az nagyon fontos, hogy ilyenkor nagyon sokat beszélgessünk a gyerekkel. Ő hogy látja, milyen a suli, történt-e bármi, ami nehézséget okoz. Próbáljuk meg meglátni azt, hogy az ő szempontjából, hogy mi lehet a nehézség. Mert ugye ilyenkor nagyon sokszor még az is nehéz, hogy ugye a szülők is aggódnak teljesen természetes módon, bekerül a kisgyerekem az iskolába, hogy fog helytállni, lesznek-e barátai. Tehát a szülő is aggódik, ez teljesen természetes és normális jelenség. És nagyon fontos megismerni és elkülöníteni a szülőnek a saját aggodalmait, a gyerek aggodalmaitól, és megismerni az ő szempontjait. Neki mi a nehéz, a tanulás, a figyelés, vagy a barátkozás, és annak megfelelően tovább menni a segítségkérésben. A gyermek-szülő kapcsolatban milyen olyan rutinokat lehet akár kialakítani, amik segíthetnek, mert hiszen így jobban rá tud hangolódni a szülő is ezekre a folyamatokra. Igen. Hát nagyon fontos egyrészt, főleg a kisebb gyerekeknél nagyon fontos, hogy legyen egy napi rutin, egy kiszámítható napi működés, ez biztonságérzetet ad a gyerekeknek. Fontos, hogy a gyerek tudja, hogy néz ki egy nap, ki fog érte menni az iskolába, és nagyon fontos, hogy ne csak a tanulásról szóljon a szülő-gyerek kapcsolat. Ilyenkor ugye ez nagyon nehéz, amikor elkezdődnek az otthoni feladatok, és akkor az otthoni tanulások körüli harcok,
hogy nagyon fontos, hogy minden napban legyen valami olyan közös idő, amilyen minőségi idő, egy közös játék, beszélgetés, ez nagyon fontos, hogy minden napnak a része legyen. Este lefekvés előtt a gyerekek, ugye nagyon sokszor a szülők megijednek, hogy megkérdezik a gyerekek hogy mi történt a suliban, és azt mondják, hogy semmi. És úgy érzik, hogy nem tudnak semmit a gyerekek iskola életéről, hogy nagyon sokszor este lefekvés előtt a gyerekek jobban nyitottak arra már egy ilyen nyugodtabb otthoni légkörben, hogy beszélgessenek, tehát ez fontos, hogy minden napban legyen idő megkérdezni, hogy mi volt a suliba, mi volt, akár nem is úgy, hogy mi történt, mert akkor arra lehet, hogy azt mondják, hogy semmi, de hogy akár mi volt a legjobb élmény az iskolában, mi volt, ami nehéz volt, volt-e bármi olyan, ami nehéz volt, hogy ez nagyon fontos, hogy sokat beszélgessenek, és maradjon idő a játékra is, főleg a pici gyerekeknél. Hogyha már így korcsoportonként haladunk egy picit fölfelé, megtörtént ez a beszoktatási időszak, tehát a váltás, ő már kisiskolás, alsó tagozatossá vált. Milyen további nehézségek, kihívások várnak még a gyermekre? Hát minél nagyobb egy gyerek, annál fontosabbak lesznek a kortársak. Tehát mondjuk, ahogy már egyre nagyobbak lesznek, az ilyen szociális szorongások, teljesítményszorongás, kudarctól való félelem, megmérettetéstől való félelem kerül inkább a szorongásnak a központjába, tárgyává. Ilyenkor ezt érdemes feltérképezni, hogy mitől is szorong igazából a gyerek, és ennek megfelelően szakmai segítséget kérni. Tehát ott már inkább ezek a szociális szorongás tünetek, amik dominánsak, és mondjuk meg középiskolában pedig már sokszor ilyen pánik tünetek is előfordulhatnak. Ezt a teljesítményszorongást valamivel, valamiféle visszacsatolással lehet ezen javítani, vagy milyen irányba kell ezt a teljesítmény alapú elvárást a gyermek maga felé, milyen irányba viheti el mondjuk a szülő pozitív irányba? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon sok gyereket érint, hogy szorong a teljesítménytől. Kicsi gyerekeknél főleg, amikor elindul ez az egész iskolai útjuk, nagyon fontos, hogy a szülő türelmes legyen, és ne várja azt, hogy a nem tudom első hónap végére már jól tudjon írni, olvasni, számolni. Itt az iskola elejénél nagyon fontos, hogy az önbizalom az, ami megerősödjön, hogy ő azt tanulja meg magáról, hogy ő képes az iskolai létben helytállni. Ilyenkor nagyon fontos, hogy ne az eredményeket rekoncentráljunk, hogy most ők elsőbe pont még nincsen osztályozás, de hogy ne az legyen a lényeg, hogy sikerült az az adott dolgozat vagy felelés, mondjuk az is egyre nagyobb osztályokban van inkább, hanem inkább a befektetett munkára. Tehát, hogyha látjuk, hogy a gyerek otthon leült, tanult, megcsinálta a feladatát, akkor azt jutalmazzuk. Most a jutalmazáson itt nem tárgyi jutalmat értek, hanem azt, hogy nagyon fontos sokat dicsérni a gyerekeket. Azért, amikor valami olyat tesznek, amit mi vagy a társadalom, vagy az iskola elvárunk tőlük. Ilyenkor nagyon fontos így a kívánt viselkedés után ezt visszajelezni a gyerekeknek, hogy ez nagyon szuper, hogy most leültél tanulni, nagyon klassz, hogy leültél mondjuk hiszti nélkül tanulni, tehát hogy ne vegyük természetesnek, hogyha valamit jól megcsinált, és csak azt jelezzük vissza, ha valami nem olyan jól sikerült, hanem nagyon fontos ezt mindig visszajelezni a gyerekeknek, hogy ha valamit úgy csinált, amit mi szerettünk volna megdicsérni. Vannak olyan gyerekek, akiknél ez nehezebben megy, először akkor is nagyon fontos, hogy abban segítsünk, hogy az érdeklődését valahogy felkeltsük, hogy a való élettel valahogy összekössük, miért fontos, hogy megtanuljon mondjuk írni, vagy olvasni, vagy számolni, tehát hogy ebbe is nagyon sokat segíthetünk, és kisebb gyerekeknél segíthet az is, hogyha mondjuk a befektetett munkát elkezdjük akár ilyen pontokkal jutalmazni, hogy mondjuk, hogyha leül tanulni, azért kap egy piros pontot, nem az eredményt, soha nem az eredményt jutalmazzuk, hogy mondjuk jól csinálta meg a házit, hanem hogy mondjuk leült hiszti nélkül tanulni, azért akkor mondjuk kap egy piros pontot, és akkor meghatározzuk, hogy mondjuk ha összegyűlik 10 piros pont, akkor választhat egy közös programot, amit együtt csinál a család, ő döntheti el, hogy hova mennek kirándulni, vagy megnéznek közösen egy filmet. Ez legjobb, hogyha ezek a jutalmak, ezek ilyen közös tevékenységek a családdal, nem feltétlenül tárgyi dolgok. És hogyha haladunk tovább, így mondjuk a felső tagozat irányába, tehát már a gyerek lassan a kamaszkor küszöbére lép, ott milyen sajátosságok, milyen lelki folyamatok indulnak el náluk?
Hát a kamaszkorban ugye a kortársak az, ami nagyon nagy, fontos szerepet játszik, és a szociális szorongás feleléstől. Nagyon, ugye a szociális szorongásnak az a lényege, hogy a fiatalok attól félnek, hogy megszégyenülnek, nem tudnak megszólalni, látják rajtuk, hogy izgulnak, remeg a hangjuk, akkor látják, hogy esetleg elpirulnak. Ilyenkor nagyon sokat segíthetnek ilyen különböző, tehát a pszichológusok tudnak segíteni abba a fiataloknak, hogy különböző szorongás csökkentő ilyen technikákat tanuljanak, akár relaxációs technikákat tanuljanak. Mert ugye az összes szorongásos zavarnak a közös eleme az elkerülés. Az azt jelenti, hogy megpróbálom elkerülni azt a helyzetet, amitől félek. És ilyenkor nagyon fontos, hogy feltérképezzük, hogy mik azok a helyzetek, amik szorongást jelentenek a fiatalnak, vagy akár a kisebb gyerekeknek. Megtanítunk nekik különböző megküzdési stratégiákat. Egyébként ilyen teljesítményszorongásnál nagyon sokat segíthet, ha megtanítjuk azt, hogy hogyan feleljen, hogyan tudja előadni azt, amit szeretne. Relaxációs légzéstechnikákat tanítunk, illetve feltérképezzük azokat a gondolatokat, amik ilyenkor a fiatalok eszébe szoktak jutni, amik fokozzák a szorongást. Tehát például, ha úgy ülök le dolgozatot írni, hogy ez biztos nem fog sikerülni, biztos egyes lesz, biztos ki fognak nevetni, ugye akkor egyre feszültebb leszek, és nem fogok tudni úgy teljesíteni, ahogy egyébként tudnék. Tehát, hogy először is ezt megtanítjuk a fiataloknak, meg a gyerekeknek is egyébként, hogy hogyan függnek össze a gondolataink, az érzéseink és a viselkedésünk. Utána tanítunk nekik különböző relaxációs technikákat, problémamegoldási stratégiákat, és utána fokozatosan gyakoroljuk azokat a helyzeteket, amitől ő fél. Tehát, hogy fokozatosan belemennek azokba a helyzetekbe, amik szorongást jelentenek. Ezt már elég jól körbejártuk, hogy a gyerekeknek milyen tüneteik lehetnek, igen, és milyen típusú, igen, szorongásaik. A szülőknek ezzel párhuzamosan milyen szorongások léphetnek fel, és ők hogyan tudnak ezzel megküzdeni, hogy ne ragadjon rájuk, igen, át a gyermekről? Ez a, hát ne ragadjon át a gyermekről, illetve a szülő szorongása, ugye ez összefügg. Igen. A kutatások szerint azért a szorongó gyerekeknek nagyobb valószínűséggel vannak szorongó szüleik. Ez egy általános jelenség. Egyébként a szorongás ez egy normális jelenség. Tehát ugye ez nem egy kóros dolog, hogyha valaki fél egy dolgozat előtt, vagy izgul, mikor néha bemegy az iskolába. Ez nem kóros, és ezzel nem is kell segítséget kérni. Akkor kell segítséget kérni, ha ez problémát jelent. Tehát hogyha azt vesszük észre, hogy a gyerek szenved, vagy a szülő szenved, vagy azt látjuk, hogy nem tud bemenni az iskolába, vagy rosszabbul teljesít, mint ahogy ezt a képességei alapján el lehetne tőle várni, mondjuk annyira izgul, hogy leblokkol. Tehát akkor kell segítséget kérni. Ugye a gyerekek nagyon, szülők aggodalmai hatnak a gyerekekre, tehát hogy mondjuk vannak olyan kutatások is, amik azt figyelték meg, hogy a szorongó gyerekek szülei, azok nagyobb valószínűséggel gondolják úgy, hogy a gyerekük nem tud helytállni abban a helyzetben, és hamarabb megoldják helyettük, vagy hamarabb kiveszik őket a szorongáskeltő helyzetből, mert ők maguk is aggódnak. Ez nem jó szándékból teszik ezt a szülők. Pont ezért nagyon fontos, mindig gyerekterápiában, mindig a szülővel is együtt dolgozunk, közösen beszéljük meg azokat a stratégiákat, amik segíthetnek. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a gyerekünk szorong, és elvisszük szakemberhez, akkor a szakember az mindig együttműködik a szülővel is. Tehát, hogy ez nagyon fontos, mert néha nagyon nehéz látni azt, hogy mondjuk a gyerekünk szorong, és akkor legszívesebben kimentenénk őt a helyzetből. Ez teljesen egy természetes anyai, vagy apai, vagy nagyszülői ösztön. Az a kérdés, hogy mivel teszünk jót a gyereknek, és mivel segítjük őt a szorongásának leküzdésében. Ebben sokszor egy szakember tud segíteni, hogyha ez problémát jelentő szorongás, mert hogy itt mindig a fokozatosság a lényeg, tehát nem szabad a gyerekeket rögtön abban a helyzetbe betenni, ami a legnagyobb szorongást keltő, hanem szép fokozatosan lépésről lépésre segítjük a gyerekeket abban, hogy megküzdjenek a nehézségekkel. Mennyi ideig tart egy ilyen terápia, vagy hogyan kell felépíteni adott esetben személyre szabottan, és mi a tapasztalata, hogy milyen bátran keresik a szülők ezt a lehetőséget, vagy mennyire gyakori ez? Az a szerencse, hogy egyre inkább mernek már segítséget kérni az emberek. Tehát azért mondjuk egy 10 évvel ezelőtt még sokkal nagyobb volt az az inger küszöb, amilyen problémánál segítséget kért egy szülő.
Ma már azért szerencsére ennek egyre nagyobb tere van, hogy segítséget kérjen egy szülő, hogyha a gyereke bajban van. Ez teljesen egyéni, hogy meddig tart egy ilyen terápia, ugye attól függ, hogy mi a probléma, milyen régóta tart, ugye ha már krónikusan fönnálló, annak általában hosszabb ugye a kezelése is, milyen jellegű érzelmi probléma van a háttérben, tehát hogy ez egyéni. De úgy általában, hogyha mondjuk egy szorongása van, egy terápia, az általában egy olyan 10-20 hét körülbelül ez az átlag, de ez onnantól már egyéni, hogy kinek mik a problémái. Nagyon fontos, hogy ugye először megismerkedünk a gyerekkel, feltérképezzük a problémáit, szülővel is együttműködünk, utána megtanítjuk neki ezeket a stratégiákat, és akkor utána közösen dolgozunk ezeken. Emellett persze beszélgetünk, tehát ez nem csak egy ilyen tréning, az a gyereket foglalkoztató dolgokról, problémákról, és úgy próbáljuk segíteni őt a megküzdésben, illetve a szorongásának oldásában. Ezek már az iskolás gyerekekre vonatkoznak, kisebb gyerekeknél más jellegű terápiák azok, amik előtérben vannak, ott inkább játékterápiával segítünk a szorongások oldásában a óvodás gyerekeknél. Van erre bármilyen példa egyébként, hogy lássuk, hogy mi is pontosan, mondjuk így a különbség a kettő között? Hát mondjuk, ha tegyük föl egy gyereknek, mondjuk nem tud iskolába menni, mert annyira fél mondjuk nem tudom, egyébként akár lehet a közlekedéstől is félni, vagy lehet attól is félni, hogy mondjuk a feleléstől, mondjuk talán ez egy ilyen átlagosabb példa most itt az iskola kezdésnél, akkor mondjuk hierarchizáljuk azokat, ilyenkor nagyon fontos az iskolában is együttműködni egyébként, hogy tudjunk együtt dolgozni, hogy feltérképezzük, hogy mik azok a helyzetek, amik problémát jelentenek. Valakinek mondjuk a legkisebb problémát az jelenti, hogy mondjuk megszólít egy osztálytársát, mondjuk egy egyel nagyobb szorongást kelt, hogy megszólít egy felnőttet, és akkor utána mondjuk egy még nagyobb szorongás, mondjuk a felelés, tehát hogy ezek a társas interakciók mondjuk, hogyha problémát jelentenek. Akkor ezeket megnézzük, hogy melyik milyen erősségű, de nagyon sok ilyen helyzetet összeszedünk, most csak itt mondtam 3 példát. És a terápia első szakasza az úgynevezett pszichoedukáció, ami azt jelenti, hogy megtanítjuk a gyerekeknek, hogy egyrészt, hogy fölismerjék, hogy mikor félnek. Mert ez nem olyan egyértelmű, mert sokszor a gyerekek mondjuk, főleg kisebbek egyébként van, hogy dürohamba jön ez ki, vagy csak azt érzik, hogy feszültek, vagy dühösek. Tehát, hogy az első lépés, hogy megtanítjuk nekik, hogy felismerjék, hogy mikor szoronganak. Ez sokszor több alkalmat vesz igénybe, hogy fölismerjék a saját érzéseiket, és a szorongást el tudják különíteni más érzésektől. És hogyha ez már jól megy, akkor tanítunk nekik relaxációs technikákat, légzés gyakorlatokat, amivel megtanulják a szorongásnak a testi tüneteit is kontrollálni. Mert ugye sokszor ez is nagyon ijesztő, hogyha mondjuk valaki szorong, tapasztalja, hogy felgyorsul a szívverése, remeg a keze, akkor ezekkel a légzés technikákkal nagyon jól ezt kézben lehet tartani, és meg tudnak nyugodni. Mert ugye sokszor pont attól lesz mondjuk akár egy pánik jellegű rosszulét, hogy mondjuk egy gyerek elkezdi érezni azt, hogy gyorsan ver a szíve, és akkor megijed, hogy ő most mindjárt el fog ájulni, hogy rosszul lesz, és akkor jönnek ezek a szorongáskeltő gondolatok, amik viszont felerősítik a testi tüneteket, meg a szorongást. És ilyenkor megtanítjuk, hogy fölismerje ezt a kört a fiatal, mondjuk, és hogy be tudjon lépni ezeken a különböző pontokon, akár relaxációs technikákkal. Utána megtanítjuk fölismerni azokat a gondolatokat, amik a szorongást fokozzák, felismerni, mik azok a gondolatok ebből, amik irreálisak, amik veszélyesebbnek állítják be mondjuk a helyzetet, mint amilyen, vagy úgy az, hogy magamat alkalmatlanabbnak gondolom mondjuk egy helyzetre, megoldására, mint amennyire mondjuk tényleg képes vagyok, és akkor ezeket a gondolatokat is átalakítani reálisabb valóságnak megfelelőbb gondolatokra. És utána pedig tanítunk különböző problémamegoldási stratégiákat, akár azt is gyakoroljuk mondjuk egy felelés szimulációval, hogy hogyan érdemes elmondani, hogy nem tudom, belenézek a másik szemébe, kihúzom magam, megpróbálok hangosan beszélni, és ezt gyakoroljuk. És akkor szép fokozatosan felállítunk olyan helyzeteket, amit megbeszéljük, akkor első nap mit vállal. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mit csináljon a gyerek, hanem megmondja, hogy mit vállal mondjuk először, és akkor először választunk egy könnyű helyzetet, akkor ő azt kipróbálja először akár a mi jelenlétünkben.
mi is megyünk vele, ott vagyunk a háttérben, aztán megpróbálja egyedül. Akkor utána bemegy az osztályba, de mondjuk még benn van csak egy órát, mondjuk akinek ez probléma. Megbeszéljük, hogy most az lesz a feladata, hogy szóba álljon valakivel, egy kortárssal. Utána megyünk tovább. És hogyha mondjuk ez egy komoly problémát okozó szorongás, fontos az iskolapszichológussal, pedagógusokkal együttműködni, hogy ők is támogassák a gyerekeket, és mindig, hogyha valamit elérnek, akkor nagyon megdicsérjük, visszajelzünk nekik, tehát hogy ez nagyon fontos abban, hogy meg tudjanak küzdeni. Nagyon szépen köszönöm Önnek, Emese, hogy vendégünk volt. Én is köszönöm. Én is köszönöm szépen a meghívást. Önöknek pedig köszönöm szépen figyelmüket. Viszontlátásra!